Miskolcon egy olyan integrált közösségi közlekedési rendszer épült ki, amely valós idejű, percre pontos forgalmi tájékoztatást nyújt, nem csak az utazó közönség számára, hanem az MVK saját forgalomirányítási rendszere részére is. Hamarosan Felső Zsolcán is üzembe helyezik a három lett kijelzős utas tájékoztatási táblát. A teljes projektet befejeztük, lezártuk, a rendszer működőképes, nem csak Miskolc város területén, hanem Felső Zsolca város területén is, hiszen Felső Zsolca város közlekedési kiszolgálását is az MVK ZRT végzi. Mivel közösen indultunk ebben a projektben, ott is három lett kijelző frekventált helyen körjáratban kialakítva elérhető, és ugyanígy a valós idejű utastájékoztatás az applikációval, hiszen minden felsőzsolcai, minden miskolci már ezt használja pozitív visszajelzésekkel. Már nagyon várják Felső Zsolcán, hogy a lett kijelzők beüzemelésre kerüljenek. Mindenképpen tudom mondani, hogy a temető megállóhelyen lesz az első lett kijelző bekapcsolás még ebben az évben, illetve hát az új bekötőút változásával a GPS adatokkal is mi is változtunk, és ezt ugye át is vezettük a járműnyomon követésbe. Remélem, hogy véget ért ez a késés, amit ugye bekövetkezett a csomópont átépítési miatt, visszaállt a rendszer, és az utasok elégedettek. Számos zsolcai kezében látom a applikációt, a telefont, a fedélzeten is, és egyre többen használják. Ez nekünk nagyon megnyugtató, hiszen a város, Miskolc és Felső Zsolca továbbra is együtt él, és egyre jobban össze van nőve. Az Okospont projekt záró rendezvényén Balog Attila, a Tigra Kft. Rendszer integrációért felelős igazgatója mutatta be a projekt általános jellemzőit. Még az országban is viszonylag egyedülálló, talán a második vagy harmadik legnagyobb ilyen rendszer, ami elkészült. Sok modult szállítottunk, az egésznek a középpontjában egy utastájékoztatási és forgalmentási rendszer van, ez az, ami az utazóközönség számára látható. Ezen kívül természetesen szállítottunk olyan modulokat, ami az MVK, az ERT részére, a szakmai emberek részére jelent könnyebbséget, hoz új dimenziót a munkájukba, de alapvetően a rendszer magját a járműfedélzetre felszerelt számítógépek jelentik. Ezek képesek a járművek és a sofőrök napi vezénylését fogadni, és a munkavégzés során elkészülő tényadatokat, késés, sietés, járatpótlások, járatkimaradások, útvonalról való letérések és ehhez hasonló információkat vissza közvetíteni a központba, ami két természetű információ lesz. Az egyik az az utazóközönség számára kihelyezett, úgynevezett telepített utastájékoztatási kijelzőkön jelenik meg, mind villamos, mind pedig az autóbusz megállókba, illetve webes, androidos, SMS-es utastájékoztató formában érhető el az utazóközönség számára, illetve ezekből az információkból képesek az MVK szakemberei később a menetrend tervezésére, finomítására egyáltalán megújítani az ő saját portfóliójukat. A közterületi kijelzőkön is megjelenő valós idejű indulási idők interneten, mobil alkalmazáson és hamarosan SMS-en keresztül is elérhetők a közlekedők számára. A következő megálló az igények felmérése és az elektronikus jegy, az etikett bevezetése. A jövő mindenképpen az igények felmérése, hiszen a telefon ott van a zsebünkben, de 103 lett kijelzővel országosan kiemelkedőek vagyunk. Természetesen vizsgáljuk tovább azokat a frekventált pontokat, ahol még lett kijelző szükséges, és ezeket megpróbáljuk összehangolni. Gyakorlatilag nagyon sok felkapott kódszót lehet hallani ma, Smart City, etiket. Szerintem a jövő az ez lesz. Tehát azt látni kell, hogy egy közlekedési vállalat amellett, hogy pontosan tiszta buszokkal, modern buszokkal, sűrű járatokkal közlekedjen, ezen mondjuk a Tigra Kft. Nem tud segíteni. Amint tud segíteni egy ilyen jellegű cég, mint mi, és így a Tigra csoport és az alvállalkozói, az az, hogy olyan fajta kapcsolatot teremtsen meg a közlekedési vállalat és utazóközönség, hogy ne csak az utazáskor keletkező információkat dolgozza föl a cég, hanem akár az előtte és utána, ezzel téve még vonzóbbá az utazóközönség számára a járműhasználatot. A másik pedig az etiket, az pedig abból a szempontból nagyon fontos, hogy Miskolc egy nagyváros, nagyon sok olyan átutazó turista jelenik meg a városba, aki nem biztos, hogy havi bérletet szeretne venni. A papír alapú értékesítés az egy viszonylag idejét múlt, nagyon nagy adminisztrációs többlet költséget és időt is jelent. Ha ezt sikerül úgy átléptetni, hogy mobiltelefonnal vagy egy érintőkártyával nagyon egyszerűen tudjunk tényleges valós használat adapján, ha csak 3 megállót mentünk, akkor 3 megállónyi díjért, akkor az mindenképpen egy nagyon előrelépés. Ezek az informatikai rendszerek ezen kívül képesek megteremteni mondjuk a Borsodvolán, hogy csak helyileg maradjunk a Borsodvolán és a miskolci közlekedési vállalat között egy olyan harmóniát,
hogy elmossa a vállalatok közötti határt, és adott esetben egy e-ticketing rendszerbe, egy közös országos elszámoló központba, az utas csak annyit tud, hogy ő vette egy jegyet mondjuk ez egy rossz példa, Kistokajból Miskolcra, és az, hogy ő most 3 megállót jött egy borsodvonalas járművel, és utána átszállt 2 megállóra egy MVK-n, valójában ez őt nem érdekli. Őt az érdekli, hogy egy egységes tarifarendszer alapján könnyen elszámolhatóan olcsón utazzon. A vállalatoknak pedig az a fontos, hogy a pénzükhöz jussanak a megtett szolgáltatás függvényében. Tehát igazából az e-ticket ebben hozhat egy nagyon nagy erőrelépést.